A napokban Ungváron ingyenes anyajegyszűrési gyors teszteket végeztek a melanóma elleni küzdelem világnapja alkalmából. A melanóma az egyik legveszélyesebb bőrbetegség. Elsősorban azért, mert nincsenek klinikai tünetei, és az emberek ritkán veszik észre azt saját magukon. Vagy amikor már észreveszik, akkor már túl késő. A szűrővizsgálatok segítségével viszont már az első vagy második stádiumban is felismerhető a megbetegedés. Minél korábban kezdik kezelni a melanómát, annál nagyobb esély van a gyógyulásra. A korai stádiumban a betegek 75-80%-ánál nagy esély van a teljes gyógyulásra, ami egy kimagasló szám. A szűrővizsgálatot önkéntes orvosok végezték. Amennyiben a tesztelés során valakinél gyanús anyajegyet találtak, akkor az illető szemét további szakorvosi vizsgálatra irányították. A szűrővizsgálat nagyon egyszerűen történik. Először is a nagyító alatt megnézzük az érintett bőrfelületet. Három dologra kell figyelmet fordítani: az anyajegy színe, arányossága és formája. Ezek rendellenessége még nem jelenti azt, hogy rosszindulatú elváltozással van dolgunk, hiszen nagyon sok anyajegy nem szimmetrikus, és a színbeli elváltozás is többféle lehet. Ezért fontos, hogy szakértő végezze a vizsgálatot. Amennyiben a nagyító alatt gyanús elváltozást látunk, akkor sor kerülhet további vizsgálatokra is, amit már laboratóriumban és mikroszkóp segítségével végzünk. Ennek segítségével megvizsgálhatjuk az anyajegy struktúráját és egyéb sajátosságait. A kivizsgálás gyors és fájdalommentes, nem igényel különösebb előkészületeket, és bármilyen korosztályban elvégezhető. Az orvosok ezért javasolják a rendszeres bőrgyógyászati vizsgálatokat, főleg nyáron. Minél hatékonyabban védjük az anyajegyeket a napsugaraktól, annál nagyobb esélyünk van elkerülni a melanóma kialakulását. Először is megfelelő faktorú naptejet kell használni, vagyis minél magasabb a védelmi érték, annál jobb. Fontos, hogy lehetőleg kerüljük a déli, kora délutáni napsütést, ugyanis ilyenkor legerősebb a sugárzás mértéke. Nagyon fontos, hogy az elváltozással rendelkező bőrfelületet ne érje közvetlen napsütés, vagyis lehetőleg takarjuk el azt.